Na, sziasztok! Akkor szeretettel köszöntelek, én Bilbo Kárpád vagyok, és akkor el is kezdjük a szokásos hétfesti tréningünket. Most 9 óra, 3 perc van, és hát ezt ugye minden héten a hétfői napokon szoktuk tartani. Hát ez egy ilyen belső tréning itt az én csapatomnak, úgyhogy most még kevesen vannak benne, de remélhetőleg, hogy majd még jövegetnek befelé. A Facebookon is sikerült élőbe kiközvetíteni, úgyhogy aki ott követi és ott nézi, akkor üdvözlöm azokat is. És igen, ahogy látom, ott is megy. Jó, rendben. Közben nyomok egy lájkot, jó. Na, hát a mai nap igazából erről szeretnék egy kicsit még beszélni, ami itt a cím ennek a kis prezentációnak. A sikeres online pénzkereset ABC-ről. Hát ami igazából pár hete indult, vagyis pár hete alakult így, hogy elneveztem ezt az online folyamatot valóban a sikeres online pénzkereset ABC-nek, mert hogy ugye ennek is van egy rendje, van egy ABC-je, amit hát tetszik, nem tetszik, meg kell tanulni, hogyha ugye az ember a mondhatni a null pontról, a kezdésről, vagy teljesen tapasztalatlan új csapattársak is végig tudjanak haladni ezen a három lépésen, és akkor bárki elérhesse igazából azt, amire ugye sokan vágyunk, mindannyian közösen és külön-külön is, tehát egy teljes anyagi függetlenség elérése online. De hát ahhoz meg kell történnie egy áttörésnek, azért is itt a C pont az áttörés. Ez mondhatni velem is ugye megtörtént, volt egy határ, amit ugye át kellett törni, amit úgy csapatlétszámban, mint jövedelemben el kellett, hogy érni, hogy utána valóban elmondhassam, és azok, akik ezt elérték, szintén elmondhassák, hogy valóban el lehet érni teljes anyagi függetlenséget, és nagyon komoly jövedelmet itt a Facebookon. Látom, most már jövegetnek be itt még többen is, úgyhogy akkor kérnék itt egy ötöst az új belépőktől. Most nem is tudom, hogy ti látjátok-e itt a részvevői listát, most hogy van ez beállítva, de mindegy, kérnék egy ötöst, hogy akik most léptek be, csatlakoztak be, hogy azok is hallanak-e rendesen. Itt a chat ablakban, jó? Oké, köszi Mária, már Éva, Margó jelezték. Na, úgyhogy akkor... akkor indul is a banzáj. Még egy pillanat, ránézek a Facebookra, és ott úgy látom, mintha elakadt volna a dolog. De hát nem is az a lényeg, hanem az, hogy most itt működjön jól. Na, akkor nem erőltetem itt a Facebookon a dolgot. Ha megy, megy, ha meg nem megy, nem megy. Felvétel lesz mindenki belőle, azt utána is ki lehet közvetíteni a Facebookra. Na, akkor csapjunk bele. Nem tudom, hogy ki az, aki itt volt a múlt héten, a múlt hétfőn, ott szintén szó volt erről, és azok kérem írjanak egy 10-est ide, jó? Aki a múlt hétfőn is itt volt. Lehet, hogy közületek nem volt senki. Igen, változik mindig, de hogy is nem voltatok. Oké, okay, szuper. Na, ott egy picit más megközelítésbe vázoltam fel ezt. Jó, köszi, köszi ennek a tízesek. Ezt, hogy mi is ez a sikeres online pénzkereset ABC-je, ott a weboldalamon keresztül mutattam meg, ugye megosztottam a weboldalt, hát most itt nem akarom megosztani, de a megosztások nem mindig mennek jól, mármint a képernyő megosztások, úgyhogy ezért itt egy pár ilyen prezentációs slide-ot csináltam, és akkor ezekbe fogom tudni megmutatni. Igazából az a lényege itt az egésznek, hogyha ugye valaki az A pontból indul, és ezt ugye elmondom most is, hogy ez nem feltétlenül
vagyis nem rátok vonatkozik, hogy ti induljatok az A pontból, ha bár ti is ugye ezt ugyanúgy megtettétek, de főleg azokra gondolván, akik ezután csatlakoznak ide a csapatunkba, hogyha ők az A pontból indulnak, akkor ők igazából mi nekik az első lépés, és mik azok az első dolgok, amiket ugye meg kell nekik tenni. Most jobban ki van itt bővítve, egy kicsit részletesebben megmutatom külön az A pontot, külön a B-t és külön a C pontot is, hogy mit is értek ez alatt. Itt ez igazából csak a vázlat. Úgyhogy akkor most tovább lépek egyet, és akkor itt szeretném megint megkérdezni azt, hogy látható-e itt a prezentáció rendesen, nálatok is betöltötte. Most egy A pont van, piros címmel, hogy regisztráció, csomagvásárlás, stb. Stb. Írjatok egy 8-ast, hogyha ez nálatok is látható és betöltött rendesen. És akkor közben én mondom is, hogy ugye mi igazából az A pont itt ebben a rendszerben. Oké, köszi. Na, annyival bővült a dolog, hogy ugye a múlt héten még csak azt hirdettem, hogy fel lehet iratkozni igazából egy olyan hírcsatornára, ami a KMD, ahol kapunk egy linket, tehát hogyha valaki ugye beregisztrál oda, kap egy, utána is végigmegy ott egy rövid kis folyamaton, akkor kap ő igazából egy linket majd itt a végén, tehát itt a ezeknek a pontoknak ugye a negyedik részén. De ezt kibővítettem most azzal, hogy ha valaki regisztrál az Atlantic rendszerbe is, Atlantic Questra, ugye, az egy és ugyanaz, akkor is kap egy ilyen linket. Na most ezt az ajánlói linket, ezt én magam hoztam létre. A KMD rendszer mintájára viszont a GVU hírlevél rendszer és a saját weboldalom segítségével. Most vettem a tegnap direkt egy új doménnevet erre a célra, és azt úgy fogom használni, és én most abban foglak benneteket tudni segíteni, meg az új becsatlakozóitokat, akik akár ide a KMD-be vagy az Atlantic hírcsatornára feliratkoznak, tehát abban fognak tudni segítséget kapni tőlem, hogy kapnak egy ajánlói linket. És ugye ez az ajánlói link, ez azt jelenti, hogy ők ezt tudják reklámozni, tudják megosztani itt a Facebookon, el tudják küldeni e-mailbe, vagy Skype-on, vagy más közösségi oldalakon is meg tudják osztani, és el tudnak kezdeni kapcsolatokat gyűjteni, és saját maguknak. És hát ugye itt a feliratkozás után, amit itt az első pontban van, az igazából egy hírlevélrendszer. Most egy kicsit nézzük ezt az egészet egy új embernek a szemével. Tehát hogyha ugye mi most elkezdjük itt megosztani ezeket a lehetőségeket, és ugye a megosztásnak is megvan annak a rendje, módja, tehát nem spammelve, hanem olyan módon, hogy ugye tényleg ne ijesszük el itt a kapcsolatainkat. Tehát elsősorban ugye a saját idővonalunkon, a saját üzleti oldalainkon, ha ugye több is van, a saját csoportunkban, érdemes csoportokat is ugye létrehozni, saját csoportokat a Facebookon. Hát nekem például van 5 vagy 6 üzleti oldalam, és 2 olyan csoportom, amelyben mindegyikben több mint 1000 fő van már. Tehát én ugye ezekben osztom meg elsősorban, osztok meg mindent, így akár üzletről, magamról, hobbimról, tehát ugye mindenféle tevékenységemről. De viszont meg szoktam osztani például olyan csoportokba is, és akkor itt érdemes bekerülni olyan csoportokba, amelyek ugye megengedik azt, hogy hirdesd ott az üzletedet. Hát direkt vannak ilyen nevű csoportok, és én azt javaslom, hogy ott minél nagyobb létszámú csoportokat keressünk meg, vagy akár ilyen hálózati marketing, MLM rendszerek, akár foglalkozó ilyen témájú csoportok, vagy ilyen passzív pénzes, vagy online pénzkereseti témájú csoportok. Hát ezek a csoportok, ezek ugye azért vannak létrehozva, hogy az emberek ott hirdetnek. Habár mondják azt, hogy nincs ott olyan nagy
eredménye, tehát ott sokszor vagy gyakran meg kell osztani, mert ugye ott általában mindenki csak hirdet, de viszont a jó hirdetésekre azért lehet rákattintanak azok is, akik hirdetnek. Velem is előfordul, hogy ugye megosztok ilyen csoportokba, vagy megosztom a saját linkemet, a saját hát úgymond hirdetésemet, és akkor közben én is látok egy-két érdekességet, és van, amikor én is rákattintok és megnézek pár dolgot. De én mind olyan csoportokat választottam, ahol mindenképp több mint 1000 fő van. Tehát ilyen pár száz fősen nem érdemes foglalkozni, mert amúgy is a Facebook is olyan, hogy ők se enged, vagyis nem jelenik meg szerintem, vagyis nem csak szerintem, hanem ezt mondják ugye a szakemberek is, hogy egy megosztás nem fog megjelenni mindenkinek egy csoportban, vagy mindenkinek egy oldalon, mert a Facebook is ugye abból él, hogy szeretné, hogyha te fizetett hirdetést vásárolj tőlük. Én meg is tettem, néhányszor vásároltam, nem nagy összegért, ilyen 5-10-15 dollárért, és hát igen, akkor valóban több emberhez eljut. Tehát, de nem feltétlenül ezzel kell kezdeni, lehet ugye indulni azzal is, hogy ingyen megosztasz így csoportokba. És akkor kiválasztottam olyan csoportokat is, ahol 5000 fő felett van a létszám, és azokat betettem a kedvenceim közé. Tehát a csoportokat, hogyha van benne vagy több csoportban, akkor azt tudod úgy kategorizálni, hogy a számodra mondjuk legszimpatikusabb csoportok, vagy a legnagyobb létszámú csoportok, már benne vagyok ilyen több tízezes létszámú csoportokban is, tehát azokat a kedvenceid közé tudod tenni. Most nem tudsz minden csoportot a kedvenceid közé tenni, azt hiszem, már nem számoltam meg, hogy mennyit enged a Facebook, 20-30-at tudsz betenni a kedvenceid közé. Tehát nem tudsz 100 csoportot betenni a kedvenc közé, de hát nem is érdemes most itt több száz csoportba benne lenni, inkább célirányosan legyél csoportba. Na, és akkor visszatérve ugye itt az egész lépésre, tehát hogyha valaki elindul itt az A pontba, és feliratkozik, mert igazából azt osztjuk meg a Facebookon, egy ilyen feliratkozási lehetőséget a hírcsatornákra, és itt most mondom, hogy két hírcsatornára, aki ide hozzánk csatlakozik, tehát aki az Atlantik rendszerben már benne van, és most már közel 20-an vannak itt az én csapatomban, azok fognak kapni tőlem, még nincs teljesen kész, de napokban készen lesz, egy Atlantik ajánlói linket, és ezt ugye főleg azoknak lesz nagyon nagy segítség, akiknek még nincsen saját weboldaluk, sőt nincsen saját hírlevélrendszerük sem. Tehát azért van itt az A pontban négy részre osztva itt a folyamat, hogy ugye ha valaki feliratkozik ezekre a hírcsatornákra, akkor ott be vannak állítva, vagy be lesznek állítva, hát a KMD-nél már ott készen van, az már bejáratott dolog, de az Atlantikra is, sőt akkor csinálunk majd más üzletekre is ilyen hírcsatornákat, egy ilyen feliratkozási lehetőségeket, de most egyelőre ezt a kettőt preferálom én. Tehát hogyha valaki ide feliratkozik, akkor ugye a rendszer ellátja információkkal és többnyire videókkal. És ugye a videók arra biztatják, vagy azt mutatják meg az illetőnek, hát itt általában ugye tapasztalatokat osztunk meg, hogy miért regisztráljon be az Atlantikba, vagy a KMD-n keresztül miért regisztráljon be például az MX-be. Tehát itt most ez a két csatornán mozog. Tehát ugye régebb is arról beszéltünk, meg én most is azt tartom szem előtt, hogy legyen minimum 3 úgymond jövedelemforrásod, tehát ez a 3 stratégia ez továbbra is él. Viszont ugye egy új ügyfél, ő még egyből nem tud 3 dologgal foglalkozni, itt az elején is akár kiválasztja az egyiket, vagy kiválasztja a másikot, vagy akár mind a kettőre feliratkozik, és amelyik neki szimpatikusabb lesz, vagy ha mind a kettő szimpatikus, az is előfordulhat, akkor oda beregisztrál. És akkor be tud regisztrálni ugye ingyenesen az Atlantikba, és be tud regisztrálni ingyenesen az MX-be is. És akkor már igazából itt van a második pontnál egy új ember.
És ha már beregisztrál, akkor ugye ott fogja látni, meg megint csak videókkal fogjuk őt tájékoztatni, hogy milyen csomagokat vásárolhat. Hát ugye az Atlantikba vásárolhat befektetési csomagot, az MX-be vásárolhat ilyen reklámcsomagot, vagy akár ilyen Matrix, de azt inkább a következő lépésre hagytam. Tehát ilyen befektetési vagy reklámcsomagokkal, csomagok vásárlásával tud elindulni az illető, és itt én nem titkolom azt, hogy az elején én is ilyen kis csomagokkal teszteltem le ezeket. Tehát itt én is az elején azt javasolom, hogy mindenki induljon el. Itt ezekben a két lehetőségben egy kisebb csomaggal. Tehát mindenképpen mondjuk ilyen max 100 dollár vagy 100 eurós csomaggal. És ismerje meg, tapasztalja meg a rendszert, lássa, hogy működik, és miután ugye beregisztrált és vett is valamilyen csomagot, akár befektetési vagy reklámcsomagot, na akkor kérje el tőlem, vagy a KMD-ba a Levitől az ajánlói linket. Tehát ez is automatizálva lesz, hogy hát úgy automatizálva, azért mi leellenőrizzük, hogy az illető valóban regisztrált-e és valóban valamilyen csomaggal rendelkezik-e, és hogyha igen, akkor ő megkapja tőlünk az ajánlói linkjét. Amint említettem, egy személyre szabott linket, amelynek a megosztásával vagy továbbadásával új érdeklődőket tud generálni saját magának, és ugye elkezdődik az ügyfélszerzés. És az, hogy hogyan kell ezt megosztani, reklámozni ezeket az ajánlói linkeket, ezekre megint csak külön oktató videók vannak, és még lesznek, sőt, támogatói oldal, ilyen support oldal, amelyeket most már lejelszavaztam, hisz ezeket azért már nem tesszük nyilvánossá, hisz ez valóban csak azok kapják, tehát azoknak az érdeme, akik tényleg befektettek itt egy kisebb összeget valamelyik üzletbe, és akkor szeretnének ott ugye pénzt keresni. És azért jó mind a két lehetőség, akár az MX, vagy akár az Atlantik, mert mindegyikben, ugye amellett, hogy megosztja a linkeket, mindegyikben még mondjuk nem is mind a kettőben, az MX-ben van az, hogy ott ugye van egy kis napi aktivitás, tehát ott meg kell nézni a reklámokat. De például az Atlantikban ott nincs is napi aktivitás, de viszont van heti jövedelem, heti hozam úgy mondván. Ugye az a befektetési csomag igazából minden héten bizonyos hozamot hoz. És akkor itt ugye elindult az új jelöltünk, elindult egy folyamaton, ahol igazából két dolog történik, itt ugye most a negyedik pontban van, hogy miután elkezdte ugye reklámozni és megosztani az ajánlói linkeket, közben megteszi a napi feladatokat ott, ahol amelyikben lesz szükséges, akkor elindult a pénzkeresete, és ugyanúgy elindult a kapcsolatok gyűjtése, tehát ő elkezdte építeni a listáját. Úgyhogy eddig, ha érthető, akkor kérem, írjatok ide egy tízest, jó? Akkor tovább megyünk a B és a C pontra, és akkor igazából ez a mai téma, hogy ezeken a három ponton itt most egy picit ebből a megközelítésből végig menjünk. Tehát, hogyha érthető volt, meg hallottátok is, tehát most ha értettétek, miről volt szó, akkor írjatok ide egy tízest, jó. Ha esetleg nem értettétek, és van valami kérdésetek, akkor ezt írjátok be ide szintén a chat ablakba, úgyhogy akkor mielőtt tovább mennék, akkor igyekszem arra is válaszolni. Tehát itt az a lényeg, hogy szeretném azt, hogy megértsétek, hogy igazából miről is van szó, és miért ez az ABC folyamat. Oké, jól van, köszi. Na, hát ha kérdés nincs, akkor megyünk tovább a B pontra. Na, és még annyit az A ponthoz, hogy igazából itt ez nincs időhöz kötve, hogy most az ember mennyit ül az A pontnál, igazából mikor akar ő tovább lépni a B pontra, erre valószínű előbb-utóbb éhes lesz, tehát előbb-utóbb saját maga fogja kérni a lehetőségét, de ugyanakkor, miután ugye benne van a csapatban, itt hisz az A pontnál már bekerült a csapatunkba, fogjuk őt tájékoztatni, sőt, ugye bekerül ide a képzésénkre,
konferenciáinkra, webináriumokra, mindenre, tehát őt igazából fogjuk tájékoztatni, hogy itt van tovább is, tehát nem kell itt megállni neki, nem kell úgymond leragadni ott, hogy csak ilyen apró pénzt keresni, hogy mit tudom én, beregisztrált $50, és akkor annak naponta kapja a bizonyos kis százalékát, vagy beregisztrált mondjuk 90 euróval, és akkor annak is kapja a heti bizonyos kis százalékát. Hát ezek valóban apró pénzek, de azért jó, hogy tényleg kockázat nélkül, tehát úgy kockázat nélkül, hogy nem most sok ezer eurót tesz be az ember, hanem ezt a 50 vagy 100 dollár vagy euró értéket. Ezt tegyük fel még a legrosszabb esetben is, ha elveszíti az ember, ha bármi is nehéz itt ezekben a rendszerekben ezt elveszíteni, hiszen ez olyan gyorsan visszajön, hogy tényleg elképesztő. Tehát ezért mondom azt, hogy igazából biztonságosan, kockázat nélkül el lehet indítani. Tehát azt azért nem mondjuk, hogy sehol semmiben nincs kockázat, hisz azért vannak olyan tapasztalatok is, hogy ugye rendszerek bebuknak, megállnak, összeomolnak, vagy valami, de hát igyekszünk olyan rendszereket itt találni, meg letesztelni és kipróbálni, mert mindegyiket mi leteszteltük, amelyek remélhetőleg hosszabb távon fognak működni. Na de akkor térjünk vissza itt a B pontra. Tehát, hogyha valaki már ugye elkezdett egy kis pénzt keresni, elkezdtek gyűlni az érdeklődői is, elkezdett a csapata is nőni, hisz ugye már az A pontban megtörténnek azok is, hogy azok, akik feliratkoznak hozzá, azok szintén le lesznek tájékoztatva, és azokból természetesen lesznek olyanok, akik ugye be fognak regisztrálni, és tovább fognak lépni. Tehát már elindul a csapat, építés elindul, a pénzkereset is elindul, a vágy ahhoz, abban az irányba, hogy többet tanuljon meg az illető, és még több bevételre tegyen szert. És igazából a B pontban történik ez meg. Ugyancsak oktatás, tehát itt a B pontban kezdődik már a komolyabb oktatás, és pedig az is, hogy az illető saját weboldalra rendelkezzen, és minden oda tartozó eszközzel, és még több ügyfelet, meg még nagyobb csapatot építsen. Tehát ez a B pont lényege, itt a címe, ugye fent pirossal az van. És akkor itt is két irányba indul a hatál, tehát azokat a vonalakat, amiket ugye az A pont belindított, hogy mondjuk beregisztrált akár a KMD-be, vagy beregisztrált akár az MX-be, vagy az Atlantic-ba, igazából a B pontba mindegyiket tovább tudja vinni. És itt az egyes, itt azt tartom én ugye fontosnak, hogyha már valaki tényleg éhes lett arra, hogy többet is keressen, és többet is tanuljon, akkor itt van a regisztráció a JVU-ba. Na most én a JVU-val kapcsolatban elég sokat gondolkodtam, hogy ugye itt is több csomagok vannak, hogy mit ajánljunk. És én arra következtetésre jutottam, hogy a továbbiakban én a 10 dolláros csomagot fogom ajánlani az embereknek, a HTP, Hosten Profit, ez ugye annak a rövidítése, ez a, hát majdnem 10 dollár, 9,97 dollár, ez viszont havi szinten, tehát ez nem egy egyszerű összeg, ez havi szintes csomag. Na most azért ajánlom én ezt, mert ez egy komplexebb, mint ugye, tudjátok, ismeritek, hogy van a 25 dolláros csomag is. Az is lehet majd egy következő lépésként, azt nem írtam ide. De most nem kell az elején meg az embereket azzal is zargatni, terhelni, sőt nem kell még a 19 dollár affiliate-tel sem, a 10 dollárral. És hát ez a 10 dollár, ez a havi 10 dollár, ugye, ez nem egy elrettentő nagy összeg, hát ez még 3000 forint sincs, és igazából, hogyha az A pontba nem kereste meg legalább ezt, hát akkor bocs, de akkor menjen valahova a pénzt keresni, mert akkor ez az egész online rendszer, ez nem neki való. Tehát tényleg, aki az A pontban nem keres legalább 3000 dollárt, na az ez jól mond,
tudtam, tehát véletlenül is 3000 dollárt annyit is lehet, de legalább egy 3000 forintot havonta, akkor az tényleg, akkor nem is érdemes folytatni neki. Hát ez a valóság. De hát ennél reméljük, hogy azért sokkal többet keres. Mondjuk ez a 10 dollár, ez csak egy ilyen kis töredéke legyen. Keressen itt az A pontban az ember már 100 dollárt, 200 dollárt, 300 dollárt, és akkor abból ugye nem gond neki, hogy 10 dollárt ide befektessen. És azért ajánlom a HTP csomagot, ezt a Hosten Profit csomagot, mert ott tényleg saját weboldal. Annyi, hogy még a 10 dollár költség mellé jön egy plusz költség, ami éves költség, az pedig az, hogy saját domain nevet vesz az illető. Viszont saját domain nevet lehet venni 5 dollárért egy évre. Tehát ez megint csak egy nem költségnek nevezhető dolog. Viszont egy saját weboldallal már rengeteg dolgot el lehet érni, már nagyon meg lehet lendíteni itt a dolgokat. Ugye a saját weboldalhoz tartozik még itt a HTP csomagban, tartozik egy hírlevélrendszer, egy konferenciaterem, videókészítés, és ugyanakkor bekerül itt is az oktató folyamatban, tehát itt is ugye folyamatos képzések, webináriumok, oktatóvideók, még egy támogató oldal, ugye, amit a JVU-hoz tartozik. Tehát itt már tényleg egy komoly, komoly tanulás és egy komoly fejlődésen megy át az illető. És mondom, itt nincs időhöz kötve, hogy most mikor kell az A-ból a B-be lépni, ezt mindenki saját maga fogja érezni, fogja tudni, mikor áll készen arra, vagy mikor érzi szükségét annak, hogy úgymond legyen a saját maga ura. Mert igen, az első lépésben, az A pontban igazából mi adjuk neki ugye a keze alá, úgymond a hírlevél csatornát, meg egy ilyen kiszolgáló oldal is lesz, tehát azért ha láttátok a Cambrébe, és ugye ott oldalakon megy végig az ember, tehát azok igazából weboldalak, tehát azokat a Levi, meg itt az Atlantikba pedig én fogok ilyen, hát úgymond ilyen tájékoztató oldalt készíteni. Na és hát előbb-utóbb remélhetőleg, hogy az A pontba bejövő emberek egy része ki fogja nőni azt a lehetőséget, és ő fogja a saját maga kérni, hogy na most már elérkezett az a pillanat, hogy nekem is kellene egy saját weboldal, szeretném megtanulni annak a szerkesztését, létrehozni egy virtuális házikot, belakni, tehát változtatni, szerkeszteni, tehát úgy, hogy otthonossá tenni mindegy házat igazából, és akkor folyamatosan tanulni. Ugye a másik csatorna, hogyha valaki a Candy rendszeren keresztül indult el, és beregisztrált az MX-be, az MX World-be, tehát a reklámos részébe, akkor ezt ott azonnal is megteheti, ott is ugye párhuzamosan megy a dolog, de főleg itt a B pontnál, akkor már ott is érdemes neki beregisztrálni, vagy tovább lépni ez a Millionár X, vagy MX 500-os Matrix rendszerbe, ahol ugye megint csak 50 dollártól 200 meg ilyen csomagokat tud venni, és hát itt már ugye kicsit többet is befektet az ember, viszont többet is keres, de ugyanakkor itt is kap egy 57-es MLM képzést. Ez egy elméleti képzés hanganyagokkal. Ugye ezt a párom csinálja inkább az MX-et, mi itt, mint családi vállalkozás megosztottuk itt egymás közt. Az én feladatom, vagy az én posztom úgymond a JVU, meg az Atlantic, az EV meg az MX, ugye a World, vagy a Millionár X, és tehát így osztottuk meg egymás közt a feladatokat. Hát mi ugye családi vállalkozásként csináljuk ezeket az üzleteket. Na, hogyha ugye elérkezett valaki ide, akkor innentől igazából az a következő lépés, hogy ő maga is tovább lépjen a harmadik, a B pontra, és ugyanakkor a csapatot, aki ugye beregisztrált az A pontba, abból azokat ő is ugye tovább hozza ide magával a B pontba, tehát ahhoz ugye neki kell elsősorban ugye itt lenni. Na most nem tudom, van-e ezzel kapcsolatban kérdésetek, akkor ha van, akkor írjátok meg ide.
Remélem, hogy eddig így érthető, meg logikus is a dolog, tehát hogy ugye, hogy haladunk itt az A-ból a B-be, és hogyha nincs kérdés, akkor tovább is lépünk a C pontba, mert ott jönnek igazából az érdekesebb dolgok. És hát ugye azt írtam ide a C ponthoz, hogy az átterés, vagyis a teljes anyagi függetlenség elérése online. Na most valóban ahhoz, hogy ezt az ember elérje, én azt látom, hogy végig kell menni neki egy ilyen folyamaton, hogy ez az A és a B meg a C, és mint ahogy mondtam, itt ez most nem időhöz van kötve, hogy most az A pontba 2 hetet, a B pontba 2 hónapot, és utána jött a C pontba. Ez lehet az is, hogy valaki napok alatt átugorja ezeket a részeket. Úgyhogy akkor, igen, közben jött egy kérdés, akkor ezt megválaszolom, vagy megnézem, azt gondolom, hogy az elsőre jött. Így van, igen, így van, Petya. Tehát saját támogató oldalt, ugye a KMD-re azt nem én csináltam, azt a Levi csinálta, tehát a párom szponzora, de mindenki megkapja, aki ugye így a KMD rendszeren keresztül beregisztrál az MX-be, és az Atlantikra viszont én csinálom, igen, saját hírlevél csatornát, tehát nem csak hírlevél listát, tehát hírlevél feliratkozókat, de ugyanakkor hírleveleket is, meg tájékoztató oldalt, tehát személyre szabott, hogy mondjam, egy, tehát akkor kezdjük ott, hogy egy feliratkozó linket, ugye ami a sajátja, egy ilyen ajánlói linket, egy ilyen feliratkoztató linket, amit neki meg kell osztani Facebookon, vagy más közösségi oldalakon, vagy az ismerőseinek bármilyen csatornán, de jelzem, ne spammelve, hanem megbeszélve, meg ugye engedéllyel. És hogyha valaki arra a linkre rákattint, akkor fel fog iratkozni egy Atlantik hírlevél sorozatra. És ezt fogom én megcsinálni az új csapattársamnak, társaimnak. Ezt a KMD-be is megkapja, így van a KMD-be is, ugye Levi végigvezeti egy ilyen tájékoztató csatornán, ott ő igazából egy vagy két oldalra tette fel, hogyha a KMD oldalt néztétek, akkor ugye ott is az van, hogy egy weboldal igazából, ahol ugye lépésről lépésre ott vannak a tájékoztató videók. Na most ez lesz az Atlantikra is, nem a KMD, hanem az én saját, hát úgymond rendszerem, de személyre szabott az illető ahhoz regisztrál, meg ahhoz iratkozik fel, aki ugye megosztotta ezeket a linkeket, és ugyanúgy a weboldal, vagyis ez a hírlevél sorozat, itt ez már úgy lesz beállítva, hogy ha valaki úgy dönt, hogy az Atlantikba is beregisztrál, akkor természetesen, hogy ahhoz fog regisztrálni, aki ugye kiposztolta a linket, tehát megosztotta ezt az ajánlói, vagyis feliratkozói linket. Most ennek tényleg nem megyek itt a részleteibe, de arról meg lesz, már meg is van egy oktató videó, már lesz több is, hogy kell kiposztolni, és például az Atlantikkal kapcsolatban mit lehet írni róla, mit nem szabad. Ott elég szigorúan veszik, mert ugye pénzügyi dologról van szó, tehát ott vannak szigorú szabályok, hogy mi az, amit megoszthatunk, és mi az, amit nem oszthatunk meg. Úgyhogy én ezt figyelembe véve így fogom ennek az oktató, az oktatását is megcsinálni. Tehát nekem igazából az a célom és az a vízióm, hogy itt, hogy minél inkább egyszerűbbé, jobbá, követhetőbbé, és amennyire csak lehet automatizáltá tenni. Tehát, hogy igazából az ember nagyon kevés személyes segítséggel, oktató videók, meg támogató oldal segítségével saját maga is el tudjon jutni az A pontból a C pontra.
És én ezt úgy látom, hogy működik, mert például a KMD-be, akik beregisztráltak, azokból már többen saját maguk jutottak végig a folyamaton, egészen a beregisztrációig, sőt a befizetésig is. Tehát nem kellett nekik igazából segítség. És ezért van az, hogy ugye itt a célpontban akkor tudjuk elérni a teljes anyagi függetlenséget, hogyha a jövedelmünk igazából nem a mi személyes, úgymond befektetett munkánktól függ, hanem itt ugye egy passzív jövedelem megteremtése történik. És akkor itt is ugye három pont van, itt pont az első részben írtam oda, hogy a cím alá, hogy ugye a passzív jövedelem megteremtése mivel érhető el? Hát nagyobb befektetésekkel, hiszen amikor az ember ugye elért már ide a C pontba, vagy ha már az A pontba is, ugye ott is fektethet be nagyobb összeget, csak ott ugye példának most épp a kisebb összegeket mondtam, de ha mindenképpen ugye elér ide a C pontba, akkor itt igazából már tud nagyobb befektetéseket is csinálni, és hát ugye akár saját pénzből, vagy akár a megkeresett pénzből, vagy a pénznek egy részéből tud ugye visszaforgatni, tehát akkor ugye a több pénz többet hoz, de ugyanakkor egy nagyobb csapattal is rendelkezik. És akkor a csapat után is, hogyha ugye az a csapat többnyire önállóan tud dolgozni, mondjuk azt, hogy 90%-ban is, csak mondjuk ilyen 10%-ban igényelnek személyes segítséget, akkor a csapatból is elég komoly ugye, jövedelem forrás, vagyis passzív jövedelem tud lenni. Hát ezt én megtapasztaltam ugye előző üzletekben is, lásd itt ugye a Kairosz is, hát ott annak is volt egy jövedelem, ami ugye a csapatból jött, meg egy jövedelem, ami ugye a befektetésekből, vagy most nem szabad igazából ott befektetésről beszélni, de ugye a tárhelybérbeadásból jött. És itt a második pontban az van, megint csak a C-nél, megint csak oda lyukadunk ki, hogy a hármas stratégia, hogy itt azért gondol, vagyis dolgozz azon, hogy érd el és építs fel azt, hogy minimum három és többnyire passzív jövedelem forrással rendelkezzél. Na, jelen lehetőségek, ugye ide is írtam példáknak, hát én most az Atlantic, ugye Questra, az, ami nagyon szimpatikus, és tényleg nagyon, nagyon gyorsan lehet benne haladni, és jönnek be az emberek kisebb-nagyobb csomagokkal most már. Az MX is egy ilyen rendszer, ott is viszonylag könnyen lehet ott is haladni előre. Akkor a Kairoszt azért tettem zárójelbe, mert hát ugye most itt épp a kifizetésekkel vannak elakadások, de én nagyon bízom abban, hogy ebben a hónapban megoldják, hisz ez az ígéret a cég részéről, tehát akkor igazából már meg is van a három, de akár itt van úgymond még coinos üzletek, hát én abban is benne vagyok egy coinos üzletben, mint hát ilyen tartalék lehetőség, vagy akár hát vannak sok más passzív pénzes és más befektetős üzletek is, hát persze azért meg kell nézni, hogy melyik komoly, tehát a hátterét, mennyire működik, mióta működik, mi a jövőképe, és milyen ugye hosszú távú lehetőségek vannak benne. Tehát azért érdemes itt már a C pontban valóban arra törekedni, és ezt most nem azt mondom, hogy egyszerre, de fokozatosan elérni ezt, hogy minimum három komoly passzív jövedelmed legyen. Tegyük fel azt, hogy három olyan üzleted van, hogy mindegyik minden hónapban legalább $1000 hoz. Az itt magyarországi viszonylatban már gondolom elég jó, hát külföldi viszonylatban még nem olyan hatalmas nagy összeg, de itt magyarországi viszonylatban az már hát 8-900 ezer forint. És hogyha ugye van három ilyen üzleted, amelyik minimum $1000 hoz, és tegyük fel, hogy ne adj Isten valamelyik évbe bukkik, vagy elakadnak a dolgok, mint ugye most a Kairosznál is, két hónapja itt akadoznak a kifizetések. Hogyha valamelyiknél ez történik, akkor nem kell fájjon a fejed, hisz ott a másik kettő. Vagy lehet ott egy negyedik, ami ott úgymond a várólistában van, és akkor gyorsan, amíg arra vársz, hogy az a
az az üzlet, hogy az tovább megye, vagy bebukik, akkor nem ülsz karba tett kézzel, hanem akkor gyorsan helyette oda teszel egy másikat, és online megteheted, hisz itt a C pontban már rendelkezel azokkal az eszközökkel, a weboldallal, az hírlevélrendszerrel, a csapattal, akkor a pénzzel is, ugye, hogy be tudj fektetni még egy negyedik üzletbe mondjuk. Tehát igazából itt már el tudod érni azt, hogy meg fenn tudod tartani azt, hogy minimum 3 jövedelemforrás legyen. Viszont itt sem szabad szerintem átesni a ló másik felére, tehát itt most a 3-ból ne legyen 30, már akkor szétszórod az energiádat, meg még 10 se legyen, mert még az is sok. Én már régóta azt mondom, nekem a 3 elég. Tehát lehet, hogy vannak hölgyek, akik ugye több mindenre tudnak egyszerre figyelni, ugye a hölgyekre mondják ezt, hogy a nők, vagy hölgyek, mindegy, ők képesek egyszerre 8 dologra is figyelni. Hát én férfiből vagyok, én igazából 3 dolognál többre, még így üzleti szempontból sem nagyon tudok figyelni, és ugye az MX-et is a párommal kezdtük, de én úgy kivontam magamat belőle, én mondtam, hogy ez nekem már sok. Én maradok itt a Kairos, Atlantic és a GVU-nál, ugye ezekre figyelek, ezekre összpontosítok, és akkor azt csinálta, akkor így megvan a munka megosztás. De azért mondom, hogy itt se lehet azt, hogy most beregisztrálsz 10 helyre, beteszel 10, hányszor 3, igen, ja. Tehát 10 felé befektetsz pénzeket, lehet akkor jön mindenhonnan egy-egy kevés, de nem biztos, hogy igazi áttörést bármelyikkel is el fogsz tudni érni. És nekem az a célom, a Kairosnál is ugye, amit elértem, egy év alatt, hogy ott azért komoly áttörés történt, komoly csapat, jó nagy csapat, jól működött ugye mostanig, hát nagyon remélem, hogy ezután is fog, de ugyanezt látom a másik kettőben is, Atlantic MX-ben, vagy egy koinos üzletben, a koinosok is, sok jó koinos üzlet van, tényleg most itt nem akarok neveket mondani, igazából abban én is csak benne vagyok passzívan, tehát még nem, weboldalamon ott van, de igazából még nem reklámoztam direktbe. Úgyhogy most kitűztem, hogy amit nem véletlenül mondtam, hogy ugye minimum 1000 dollár legyen 3 üzletből, de aztán lehet, hogy több is, vagyis nem is lehet, hanem remélhetőleg, hogy több is, és akkor ez már ad egy olyan, hogy mondjam, alapot, meg főleg, hogyha ez ugye passzívan van nagy részt, akkor utána lehet megint csak tovább nyújtózkodni. Na és hát igazából ennyi, aztán ugye ha már te itt vagy a C pontban, akkor nincs más dolgod, mint hogy a csapatod is ide kövessen téged, és őnekik is ugye segíteni, hogy ők is elérjék a teljes anyagi függetlenséget, ami ugye én azt értem a teljes anyagi függetlenség alatt, hogy igazából egy szabad életstílus tudjak folytatni, amit teszek is. Tehát, hogy én nem kell alkalmazotti munkába legyek, gerinckezeléseket csinálgatom, de azt is azért, mert ugye szeretem, ezt már 20 évet csinálom, meg oktatom is, és az nagyon jól összeilleszthető ezzel a kettővel, hisz, hogyha éppen beesik egy-két kezelés, akkor azt megcsinálom. Ha most nincs több órán keresztül ügyfelem, vagy akár több napon keresztül ügyfelem, akkor sem esek kétségbe, mert akkor csinálom itt az online bizniszt. Tehát így ez a kettő nagyon jól kiegészíti egymást. Ugye nemrég csináltam is egy videót, sőt itt a napokban ugye egyik kőhegyi turámon, csak azt még nem tettem közzé, ahol igazából arról elmélkedtem, tehát ugye kőhegyre menet szoktam mindig itt elmélkedni, ma is volt egy kis videóm, ilyen élő közvetítésbe kezdtem el most videózni, amit javasolok nektek is, hogyha úgy tehetitek, próbáljátok ki ezt az élő közvetítést, elég sokan megnézik azokat a videókat, és hát ugye ott akár nekem ugye a túráról van szó, de hát én ott azért beszélek mindig az üzletről is, és ma is annak a videónak köszönhetően is iratkoztak fel hírlevelekre nekem. Na az a lényeg, hogy ugye elmélkedtem így, azt hiszem az a múlt héten volt, hogy kicsit én úgy tekintek itt az egész online marketingre, meg a hálózati marketingre, hogy ugye itt rengeteg lehetőség van, rengeteg cég, meg tényleg nagyon jó
üzleti ajánlatok vannak, hogy picit érdemes úgy tekinteni erre, mint egy tőzsdére. Tehát egy tőzsdés is, én igazából nem tőzsdéztem soha, de vannak olyan barátaim, akik ugye tőzsdén keresnek pénzt, vagy akár akik profibbak, mások pénzét is kezelik. Hát ők is ugye elmondták, meg hát ez logikus is valahol, hogy a tőzsdén se tesznek mindent egy lapra fel, tehát hogyha ugye részvényeket vásárolnak, akkor nem csak egy cégnek a részvényeit vásárolják, vagy részvényeibe fektetnek bele, hanem több felé szétszórják. Általában ott is van egy ilyen 3-4 ilyen úgymond húzós cég, vagyis ugye jól profitáló részvények, vagyis jó profitot hozó részvények, tehát azok, amiket már ismernek, és amikbe úgy meg is bíznak, meg kiszámítható, és akkor a többit ugye akkor úgy szétszórják még több helyre, tehát hogy igazából több helyről legyen pénz meg jövedelem, és hát ugye lehet ott veszíteni a tőzsdén, hát lehet itt is veszíteni a hálózati marketing szakmában, de azért mondom, hogy ha úgy gondolkodunk egy picit róla, mind a tőzsdére, vagy a tőzsdéről, és ugye kipróbálunk pár dolgot kisebb összegekkel, és azt látjuk, hogy ugye jól működik, és tényleg hoz jövedelmet, akkor merünk nagyobb összeget befektetni. De itt is azért tetszik, nem tetszik, mindig megvan a kockázata, hogy itt is lehet veszíteni. Tehát ezt jó tudni. Ezért nem érdemes mindent egy lapra tenni fel, mert akkor úgy járhattok, vagy úgy járhat bárki, mint ahogy mi jártunk ugye az előző, még az online marketinges életünk előtt, amikor ugye párommal együtt 10 évig egyetlen egy cégre tettünk fel mindent, aminek természetesen voltak jó periódusai, kerestünk pénzt is vele, tanultunk is, meg utaztunk egy csomót, de viszont aztán jött ugye annak a mélypontja is, ami oda vezethet, hogy teljesen megszűnt, és egyik hónapról a másikra nullázottunk le teljesen, és maradtunk jövedelem nélkül. De hát az még az offline világ volt. Offline-ba ez nehéz, vagy szerintem nem is nagyon lehet az. Habár akkor is voltak úgymond ilyen MLM szöcskék, hogy mindenhol benne voltak, de sehol se haladtak. De offline igazából nehéz azt elérni, még szerintem a mai nap is, hogy fel tudj építeni ilyen 3 komoly jövedelemforrást. Viszont online igen. És nekem azért tetszik ennyire ez az online világ, ez az online rendszer, hogy minden nap szinte tanulunk valamit, minden nap felfedezünk valamit, akkor minden nap még újabb lehetőségek is kerülnek az útunkba. Na, szinte sok is, hogy ennyi jó lehetőség, és tényleg mondom, sok jó lehetőség van, tehát már így egy kicsit itt ilyen túl kínálat van. Hát ugye ez most valószínű le fog csengeni, hogy most jönnek nagyon sok új cég, hát ezekből fognak eltűnni is, de azért a komolyak azok fognak megmaradni hosszú távon. Na, úgyhogy hát akkor mindjárt 9 óra van, akkor én nem is szeretném most tovább húzni az időt. Igen, itt közben nézem, hogy mit írtatok. Igen, itt Petya is írt egy sorrendet. Hát így van, pont ez, hogy ugye Emis Kairos Atlantic, egy coinos üzlet. De hát igen, ezt valóban így szem előtt lehet tartani. Ja, igen, meg a tőzsdéről. Igen, az olyan pénzt tenni bele, amit nem sajnálsz. Hát én is most bevallom nektek itt a végén, az Atlantikat úgy kezdtem el, hogy 90 euróval, ugye a legkisebb összeggel leteszteltem, működik, és hát nekem most már, most vagyok kezdtem a 3. hetet, de most már igazából meg is van a következő 90 euróra az összeg, tehát ugye itt nem csak abból generálódik, amit maga a befektetett pénzet hoz, hanem a csapatépítésből is. Tehát azt akarom mondani, hogy ahogy a Kairoszt is a legkisebb 125 dolláros csomagból felépítettem, én is, meg a Vili is több 100 fős csapattá és több 1000 dolláros jövedelemé, ugyanazt látom, hogy az Atlantikot is fel lehet. Viszont az Atlantik annyira jó,
hogy oda biztos, hogy fogok még több pénzt befektetni, mert az nagyon-nagyon jó, nagyon profi, nagyon gyorsan tényleg ott lehet haladni előre. Nagyon rugalmas és egy nagyon jó dolog. Tehát aki még nincs benne, az nagyon gondolja meg, és keressen meg itt akár engem, vagy itt akikkel más üzletben is ugye egy csapatban van. Tehát válasszon egy szponzort magának, és ki ne maradjon belőle. Mondom, akár egy legkisebb csomaggal is érdemes beszállni, mert hát most már olyan sokan kezdték el, hogy valóban a te ismerőseidet előbb-utóbb mások fogják elvinni. Mint ahogy már én ismerőseimet is vittek el, kicsit én is lekéstem, én is túl sokat gondolkodtam, egy nappal gondolkodtam többet a kellettinél, és úgy adódott, hogy Willivel két csapatban vagyunk. Tehát ott nem vagyunk együtt. Tehát ennyit jelent a várakozás, úgyhogy nem érdemes várni. De hát én nem esek kétségbe, hisz a jelenlegi csapatomnak a fele teljesen új emberek. Úgyhogy itt mindig lehet online új és új kapcsolatokat felépíteni, hisz arról szól az A lépés, hogy kapcsolatgyűjtés. És hogyha már ugye valaki bekerült ide az értékesítési vagy a hírcsatornádba, akkor is. És hogyha ki tudtad vele építeni a bizalmat, mert azért ezek a levelek ugye arról is kell szóljanak, hogy bizalomépítés, akkor igazából lehet nekik újabb és újabb ajánlatokat tenni. Na, akkor nem tudom, van-e még valamilyen kérdés ezzel kapcsolatban. Hogyha van, akkor írjátok be ide, hogyha nincs, akkor el is köszönök, és akkor kívánok nektek további szép estét, sok sikert, és akkor találkozzunk a napokban, ugye holnap reggeli meeting, meg hát biztos minden nap lesz valami esemény. Szerdán GVU képzés, arra is gyertek, tehát most nem tudom, hogy más ügyben, de Atlantikban is vannak már indulóban képzések, úgyhogy lehet itt haladni tovább. Úgyhogy akkor köszi, hogy itt voltatok, további szép estét, minden jót, sok sikert, és kívánom nektek, hogy mindjárt ide a C-pontba kerüljetek minél előbb, és akkor együtt érjük el ezt az igazán nagy célt, a teljes anyagi függetlenséget. Úgyhogy akkor ezzel zárjuk a ma estét. Jó éjszakát, sziasztok!